A Csokonai úti óvodában lurkóavatót tartottak. A részletekről Rauschenberger Gáborné tagóvoda vezetővel beszélgettünk. A lurkó köszöntővel avatják fel a legkisebbeket, akik újonnan érkeztek az óvodába. A lurkó köszöntővel avatjuk föl a legkisebbjeinket, akik újonnan érkeztek óvodánkba. Ebben a nevelési évben 20 gyermeket köszönthettünk. Ebben a nevelési évben 20 gyermeket köszöntöttek. 14 fő a Katica csoportba jár, 5 fő a Bobitába és 1 fő a Pitypang csoportba. A kicsiknek és szüleiknek a Margaréta csoportos gyermekek adták a műsort óvodába hívó versekkel és őszi zenés táncos összeállítással. Utána egy jelképes csokonai kapun átléptek a gyerekek szüleikkel, megkapták a jeleiket, így lettek csokonai gyermekek. Így fogadjuk be a csokonai óvodába a gyermekeket, így válnak csokonaissá a gyermekek és a szülők egyaránt. A csokonai óvoda szimbólumából készítettünk egy kis nyakláncot, és a szimbólumból készítettünk egy kis ajándékot is. A szakemberek szerint hatalmas mérföldkő az óvoda kezdés a családoknak, ugyanis a gyermekeiket most kell elengedni igazán. Akik nem voltak bölcsödések, még nagyobb izgalommal várták az óvodai életet. Hatalmas mérföldkő ez a családok részéről, ugyanis a gyermekeiket most kell elengedni igazán. Akik nem voltak bölcsödések, még nagyobb izgalommal várták az óvodai életet, és próbáltuk anyás beszoktatással egy kicsit enyhíteni az első szorongásos napokat. Nagyon szépen vették az akadályokat a gyermekek, elmondhatjuk, hogy azért már mindenki bent van a csoportban, beszokott, jól érzik magukat, néha még vannak visszaesések, mert most ebben az időszakban egy kicsit betegesebbek, és a betegség után újra kezdjük szinte a beszokatást, de nagyon szépen megszokták a gyermekek a szokásainkat, szépen tanulgatják, mikor mit kell önállóan majd végezniük. Gyakorolgatunk, sokat mesélünk, énekelünk, rajzolgatunk, próbálunk rajzolgatni a gyermekekkel, és bevonjuk őket minden tevékenységünkbe. A kicsik szépen vették az akadályokat, már mindenki megszokta az óvodai életet, szokásokat. A Bobita csoportban középsősökkel együtt vannak ugye az 5 kis csoportos korú gyermekünk, és azt vettük észre, hogy anyáskodnak a kicsik felett, és könnyebb a beszokás is most nekik így. Sokat mesélnek, énekelnek, rajzolgatnak a gyermekekkel az óvónők, és bevonják őket minden tevékenységbe. A nagyobbak pedig anyáskodnak a kicsik felett, akik az óvodai programokba is bekapcsolódnak szüleikkel.